Tanulságos beszélgetés zajlik a Pági Színház termében. A mozgás, látás, hallás és halmozottan sérültek Harcsás Judittal beszélgettek, és mindannyian határozottan állították, igen, van esélyük. Például a látás interjún volt ebből probléma, hogy nem vettek fel egy adott munkahelyre, mert tartottak az alkalmazásomtól, hogy hát ha lesek, vagy összetöröm magam, vagy ilyesmi, azért, mert nem ismertek. És a mai napig is a hétköznapokban inkább olyan emberektől ér sérelem, bántás, fúfolás, akik nem ismernek, és ezt valamilyen szinten meg is tudom érteni. Van esélye címmel, ez egy költői kérdés, de tulajdonképpen azt boncolgatjuk, hogy bármilyen fogyatékossággal milyen lehet az élet, lehet-e egyáltalán normális, emberi léptékű életet élni. Hallássérültek, látássérültek, halmozottan sérültek vannak a színpadon, illetve vannak egyetemi hallgató segítőink is, akik próbálják ezt, hogy mondjam, érzékenyíteni a náluk fiatalabbak számára. A Mozgássérültek Megyei Egyesületének célja a rendezvénnyel az volt, hogy áthidalják a sérültek és az egészségesek közötti távolságot. Megmutatkozhatnak, megmutathatják azt, hogy ők tudnak valami pluszot, ki mernek állni, mernek bemutatkozni. Mernek ők is érzékenyíteni, talán egy lépést ők is tesznek az épek felé, a világ felé, és én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen a színpadon az a feladat, hogy összekapaszkodjunk. A közönség soraiban nem csak sérültek, hanem egészségesek is szép számmal jelen voltak. A rendezvénynek pedig fontos üzenete volt számukra. Legyünk toleránsabbak egymáshoz, illetve legyünk jobbak egy kicsit egymáshoz. Most itt nekem az jutott pontosan eszembe a műsor közben, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy mozgássérült az illető, látás vagy hallássérült. Egyáltalán, ha sérültséggel él, akkor sokkal hátrébb startol az életben. Ugyan ezt már vegyük észre, és próbáljunk meg kezet nyújtani és segíteni. A rendezvény az összefogást és a toleranciát hirdeti, a szervezők pedig tovább szeretnék folytatni a programot, hogy az egészségesek és a sérültek között még kisebb legyen a távolság.